A Megóvlak Állatbarát Alapítvány célja az állatvédelem, az otthontalan állatok átmeneti gondozása, orvosi ellátása, majd szerető gazdihoz segítése. Segítenek az elszökött, elkoborolt kedvencek megtalálásában. Létrehozták az állatok átmeneti otthonát, ahol kutyusokat és cicákat tudnak elhelyezni és ellátni. Fontos célkitűzésük az állatkínzásokkal szembeni hatékony fellépés. Az elmúlt években ismeretterjesztő programokat tartottak az állatvédelem a felelős állattartás témakörében. Több alkalommal családi napot szerveztek a városban, mely elsősorban a gyerekek érdeklődését volt hivatott felkelteni a felelős állattartásra. Emellett szerették volna viszonozni a sok adományt és segítséget, melyet a kiskörösiektől kapnak. Megemlékezést és kutyás felvonulást tartottak a Hontalan Állatok Világnapján, melyel a városunkban kóborló, kidobott, elzavart állatokra kívánták felhívni a figyelmet. December 31-ével új elnök került az alapítvány élére, Szabó Brigitta személyében. A leköszönő elnök, Gubik Ibolya, 9,5 évig volt a kiskörösi állatvédelem szószólója a városban. Én 2010-től veszek részt az alapítvány életébe, és 2011 júniusától voltam, vagy vagyok még ma az alapítvány elnöke. Ez elég sok mindent felölel. Hogyan teltek ezek az évek? Küzdelmesen. Tehát nagyon sok félreértés ne essék, nagyon sok szép pillanata is volt, amikor sikeres mentés volt, amikor sikeres örökbeadás volt, és a csillogó szemek nyilván mindenért kárpótolnak, de azért ez nem ennyire fényes. Tehát nagyon-nagyon sok nyugtalan éjszaka, sírós nap is van e mögött, amikor szörnyűségekkel találkozol, és az örökbefogadások is, most legyünk őszinték, és azt gondolom, hogy megengedhetem magamnak, hogy úgy őszintén, ami a szívemen a számon legyen, nagy többségében sikerült jó gazdit találni a gondozottainknak, de azért van, ahol kicsit mellé nyúltunk. Tehát van olyan kutyusunk, akit bizony vissza kellett hozni. Nyilván mi választottunk rosszul, vagy a gazdi mérte fel rosszul az ő lehetőségeit, de nem minden kutyus volt azért szerencsés. Nyilván, hogy ez az egész azért nagyon a szívedhez nőtt. Mennyire vonulsz ki te ebből most? Hát az alapítvány életéből úgymond teljesen, ennek pedig az az egyszerű oka, hogy elfáradtam. Nem tudom lelkileg kezelni a bejövő információt. Itt kell a segítség, ott kell a segítség, és nincs több lehetőség, tehát az alapítvány telephelye megtelt. Kutyával, cicával. Ez régebben is így volt, csak akkor volt egy olyan lehetőségem, hogy jó, azt a kölyköt nem hagyjuk az útszélén, szépen hazaviszem. Azt az idős kutyust, aki éppen haldoklik az útszélén, azt én hazaviszem. Nos, elértem egy olyan létszámot, hogy nem tudok többet hazavinni, nem tudok tovább segíteni, és ezt sajnos én nem tudom kezelni, hogy nemet mondok. És muszáj az alapítvány életéből kijönnöm, és friss lelkek kellenek ide, akik még ezt tudják kezelni, illetve egyébként is elkél az alapítványnál, azt gondolom, az új ötletek, új gondolatok. Nekem meg már nincsenek újak, én maradok azokkal a kutyusoknak gondozásában, vagy gondozásával, akik jelen pillanatban nálam laknak. Ők alapítványos kutyusok, de én nem tudok többet befogadni sem, és a nagy többsége nem is gazdásítható, úgymond. Tehát nálam vannak az idős kutyusok, akik örök otthont kaptak nálam, illetve akik fogyatékkal élnek, vagy betegek. Ez a nehezebbik része igaz, de ők maradósak. Ellátod a Brigit egyébként jó tanácsokkal? A jövőre vonatkozóan? Igen, azzal, hogy erősítse a lelkét, mert ez azért nagyon-nagyon gyötri, ha magunkba engedjük azt a rengeteg szörnyűséget, meg ezt a rengeteg segítségkérést, ahol nem tudunk mindenhol segíteni, akkor ez azért kemény lelket kíván. A helyi állatvédelemben, szemléletformálásban még rengeteg munka vár az új elnökre, amiben minden segítőkézre szüksége lesz.
Az ideiglenesen kutyust vagy cicust befogadók áldozatos munkája nélkülözhetetlen a további sok-sok bajban lévő állat megmentéséhez. Normál tartási körülményt kérünk a kutyusnak, az természetesen az alapítvány feladata, hogy mindennel ellátja a kutyát. Tehát élelemmel, az orvosi ellátás minden az alapítvány feladata, helyet és jó gazda módjára gondoskodást kérünk. Van-e arra lehetőség, hogy mondjuk valaki kijöjjön és megetesse a jószágokat, mert mondjuk annyi fér neki bele, hogy itt megy velük néhány kört, egy kicsit játszik velük? Igen, örömmel vesszük, ha így ebben segít valaki, itt a gondozókkal kell akkor egyeztetni, hogy mikor jön ki, mikor tud ebben segíteni, és a kutyusok végtelenül hálásak egy-egy simiért, egy-egy sétáért. Most viszont abban a szerencsés helyzetben is vagyunk, hogy kaptunk az önkormányzattól, úgymond kaptunk segítséget. Tehát van egy hölgy, aki több órában naponta itt tartózkodik a telepen, ellátja a kutyusokat, a cicákat is, és nagyon hálás vagyok az Erikának, mert szívvel, lélekkel csinálja, és pár hónap elteltével is látszik minden kutyuson, cicán, hogy kölcsönös a szeretet, ő rengeteget foglalkozik velük. Tehát nem csak kitakarít és ellátja őket élelemmel, vízzel, ő gondozza a lelküket is. Ibolya sokszor elkeseredett, amikor újra és újra szembesülnie kellett az emberi felelőtlenséggel, aljassággal, de nagyon hálás azoknak, akik az elmúlt években segítették az alapítvány munkáját. Köszönettel én tartozom, és nagyon-nagyon sok embernek, és nagyon sok szervezetnek, úgymond, vagy munkahelynek, ugyanis rengeteg támogatást kapott az alapítvány, és személy szerint én is ez idő alatt. Nem szeretnék személy szerint kiemelni senkit, mert úgyis kifelejtenék valakit, és senkit nem akarok megbántani, de nagyon hálás vagyok a legkisebb segítségért, a biztató szóért, mert azért voltak mélypontok, amikor azt mondtam, hogy nem bírom tovább, és ezek mind segítségek voltak. Hálás vagyok az önkormányzatnak, mint a jelenlegi segítő szándékért itt a munkaerővel, mind egyéb támogatásért, a sajtó érdeklődésének, Körös TV-nek, Körös Híreknek, Vira magazinnak. Tehát mind nagy segítség volt ez nekünk, mert úgymond hírünket vittétek. Sokan megismertek minket, így nyilván sokkal több támogatást kaptunk, és hát jobban gazdisodtak a gondozottaink is. Az ideiglenes befogadóknál és az átmeneti otthonban számtalan kedves kutyus és cica várja a szerető gazdikat. Az örökbefogadás mellett azonban más módon is segíthetünk abban, hogy az alapítvány gondoskodni tudjon az általuk befogadott állatokról. Nagyon helyes kis kutyusaink vannak, akik örökbefogadóra várnak, és boldogak lennének, ha már a karácsonyt mondjuk a fa alatt tölthetnék, vagy esetleg egy jó kis meleg házikóban az udvaron. Természetesen örömmel veszünk állateledel adományt is, és természetesen a bankszámlánk is várja az adományokat. Az állateledelre térjünk ki egy kicsit, milyen jellegű eledeleket, ételeket vártok? Tulajdonképpen bármit örömmel fogadunk, amit meget tudunk etetni az kutyusokkal, de amire igazán nagy szükségünk lenne, az az apró szemű táp, ugyanis nagyon sok idős, beteg és kistestű kutyusunk van, és ott az mindig hiány. Mennyi kutyusodok van most? Ha mindent úgy összesöprünk, úgymond nem csak a telepet nézzük, akkor olyan 40-es létszámmal vagyunk. Ideiglenes befogadóknál is vannak ugyanis kutyuskáink, nem csak itt a telepen. Őket hogyan lehet megnézni? Időpont egyeztetéssel természetesen ugyanúgy gazdásíthatók is, mármint azok, akik gazdira várnak, mert közöttük nagyon sok olyan kutyus van, aki már állandó lakója az alapítványnak, illetve az ideiglenes befogadónak. Mi a folyamata annak, hogy valaki örökbefogadjon egy kutyust? Hát először is az ismerkedés a kutyussal, a kölcsönös szimpátia mindenképpen nagyon fontos, és ezután jöhet a papír része, úgymond örökbefogadási szerződéssel tudunk kutyust kiadni. Aki nincs még ivartalanítva, ott ivartalanítási kötelezettséggel, egyébként normál tartási körülményeket kérünk, semmi extrát. Beszélgettünk itt előbb arról, hogy nagyon fontos az, hogy
rászánják az időt, a leendő örökbefogadók arra, hogy igenis kijöjjenek, akár többször is, és megismerkedjenek az adott jószággal. Igen, ez nagyon fontos lenne, és sajnos kevés példa van erre, mert vannak olyan kutyusok, aki egyébként, akit ismer, nagyon aranyos, bújós, hűséges kis kutyus lenne, de most, ha odamész hozzá, ő el fog bújni a házába, mert egyelőre ő az idegenektől még fél. És nekik csak akkor van esélyük, ha olyan gazdi jelölt van, aki szeretne megismerkedni a kutyussal. Vannak cicák is. Természetesen. Úgy is fogalmazhatnék, hogy sok cicánk van, tehát több, mint szeretnénk, de sajnos ez az év ilyen volt, nagyon-nagyon sok kidobott kis cica volt, tehát most elértük azt a szintet, hogy nem tudunk többet befogadni, korlátozott a helyünk, és csak azért, hogy itt egymást lefertőzzék, vagy baj, probléma legyen, ezért nem tudunk többet. Mi a tendencia? Mennyire viszik egyébként a macskákat? Elég szép számmal adtunk örökbe az idén cicusokat, most egy kicsit megtorpant az örökbefogadási kedv, gondolom ez a hidegnek is köszönhető, pedig a cicusok boldogan költöznének be bármelyik szobába a kandalló elé. De itt is azért jó soruk van, mert hogyha jól tudom, akkor már fűtött helységben vannak. Igen, ahogy majd fogjátok is látni, hogy ők már oda tudnak ülni a kályha elé, szintén egy adománykályha, amiért nagyon hálásak vagyunk, mert így az épületet azért egy kicsit fel tudja fűteni a gondozó, és neki is kényelmesebb, a cicák meg boldogok. Beszéltünk itt az adományokról és a segítségről. Mindenképpen érdemes szerintem arról is beszélnünk, hogy azt is jó szívvel fogadjátok, hogyha valaki idejön és két kezi munkával segít benneteket, illetve minden egyéb alapanyagot is gondolom szívesen fogadtok, amit az építkezéshez és a szépítkezéshez szükséges. Igen, természetesen, hát gyakorlatilag amit itt láttok, ez szinte minden adomány, tehát elég kevés építőanyagot kellett vennünk, a kiegészítő szépítés, építés, az pedig már adományokból történt. Mennyire jellemző az egyébként, hogy különböző konyhák vagy éttermek szállítsák ide a maradékot? Nem lehet ide szállítani, tehát ugye ez hatóságilag megtiltott. Erre nekünk nincs lehetőségünk. Élelmiszeradományok milyen ütemben szoktak érkezni hozzátok? Változó. Teljesen változó. Van úgymond állandó támogatóink a szomszédos településről, ők ott egy állatbarát csoportot gyűjtenek, és tőlük azért meghatározott időközönként érkezik. Nagyon jók voltak a Tesco-s adománygyűjtések régebben. Hát sajnos itt a kialakult helyzettel ez hosszú hónapokra megszűnt. Most decemberben kaptunk lehetőséget. Azért gyűlt össze egy kis adomány, nem jelenteném ki azt, hogy ez olyan volt, mint régen, de nagyon hálásak vagyunk mindenkinek és az áruház vezetésének is, hogy azért volt lehetőségünk, mert akkor az ünnepekre azért talán szüken megvan az élelmiszer. Szokott olyan lenni, hogy esetleg valaki befizet benneteket, pontosabban a kis állatokat mondjuk állatorvoshoz? Inkább az jellemző, hogy a bankszámlánkra érkezik támogatás, vagy a pénztárba befizetés, és a készpénzadományokat többnyire az állatorvosi ellátásra fordítjuk. Az élelmezésüket igyekszünk adományokból megoldani, mert arra azért van lehetőségünk, hogy főzzünk. És így a lakosság körében, hál' Istennek és hála nekik, már azért ez így köztudott, hogy szívesen veszünk főznivalót, ami már a fagyasztóban nem szükséges, azért így ilyenkor érkeznek fagyasztótartalmak, mi meg szorgalmasan főzünk. Amennyiben önök, kedves kiskörösiek, úgy gondolják, hogy szeretnék segíteni a Megóvlak Állatbarát Alapítvány munkáját, keressék az alapítványt. Minden felajánlás egy újabb lehetőség számukra, és egy újabb lehetőség a kisállatok számára is.